kiürültek az utcák. Szinte kivétel nélkül mindenki betartotta a kijárási tilalmat, folytatás ma este 8-tól. 2 hét múlva lehet látni, mit érnek a korlátozások, ezt mondta Orbán Viktor, az általános iskolák maradnak nyitva, amíg maradhatnak. Már megint Olaszországban bajban, kritikus a helyzet a kórházakban, Nápolyban nincs elég ágy, az utcán látják el a betegeket. Az év meccse, Izlandot kell legyőzni az Európa-bajnokságért, jó lenne végre örülni valaminek. Ez a híradó este 7:30-kor az M1-en, Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Már csak bő 1 óra és kezdődik az év legfontosabb válogatott mérkőzése. Az Európa bajnoki szereplésért játszik Magyarország Izland ellen a Puskás Aréna üres lelátói előtt. A járvány sajnos mindenbe beleszól, ebbe is. Ezt a pótselejtezőt eredetileg tavasszal kellett volna megrendezni, akkor nem lehetett. Most megtartják, bár mindkét oldalon vannak hiányzók a vírus miatt. De ettől a lényeg nem változik, aki nyer, ott lehet jövő nyáron az Európa bajnokságon. A Puskás Arénában van Wittmann Emil, olvastam a napokban, hogy üres lelátók előtt, zárt kapuk mögött nagyon-nagyon jó a magyar válogatott statisztikája. Hát, ha segít ma este is. Szervusz Balázs, köszöntöm a híradó kedves nézőit. Bárcsak a statisztikákon múlna, egyébként én magam is voltam egy olyan zárt kapus mérkőzésen Azerbajdzsán ellen, amikor a magyar válogatott nyert. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan válogatott lesz majd ma Marco Rossi csapatának ellenfele, amely a legutóbbi két világversenyen, a 2016-os EB-n, valamint a 2018-as világbajnokságon ott volt, és hát tele van topligás játékosokkal. Ugyanakkor, hogyha már Marco Rossi szóba került, a magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya ezúttal koronavírus fertőzés miatt nem lehet majd itt a csapattal a stadionban, úgyhogy ő majd a szakmai stábbal valamilyen online formában tartja a kapcsolatot. Meglátjuk, így van, komoly a tét, melyik csapat lehet majd ott a 2021-re halasztott Európa-bajnokságon, és ne feledjük el, hogy jelenállás szerint a magyar válogatott, hogyha bejut az Európa-bajnokságra, vagyis ma legyőzi Izlandot, akkor két mérkőzését a csoportban itt játszhatná a Puskás Arénában, ez pedig egy óriási lehetőség. Meglátjuk, hogy a magyar válogatott tud-e ezzel élni. Kezdés 20:45 perckor a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönjük szépen, nagyon-nagyon jó lenne jó hír így ezekben a borzalmas napokban. Emil, köszönjük, keresünk még majd. Kedvezőek az éjszakai kijárási tilalommal kapcsolatos első tapasztalatok, legalábbis a tegnap esti felvételek azt mutatják, hogy kiürültek az utcák este 8-ra, amikor mindenkinek haza kellett térnie. Ma 26-27 perc múlva ugyanez a korlátozás lép életbe, reggel 5-ig csak azok lehetnek az utcákon, akik dolgoznak, munkába mennek, vagy a munkahelyükről hazafelé tartanak, ám ők is csak igazolással tehetik ezt meg, amit a rendőrök bármikor ellenőrizhetnek. Az átlagosnál enyhébb forgalom előzte meg a fővárosban az esti kijárási tilalom életbelépését. Az M1 tudósítója 8 óra előtt pár perccel arról számolt be, hogy vannak még közlekedők az utakon, igaz nem annyian, mint máskor. A szokásosnál azért kevesebben vannak, kevesebb autóval találkoztunk idefele jövet is a Bajcsy-Zsilinszky út környékén, illetve itt a Kiskörúton, azonban azért vannak autósok és gyalogosok is. Debrecenben is érezhetően kevesebben voltak az utakon 8 óra előtt, mint máskor, mondta a közmédia helyi tudósítója. Körülbelül 20 perccel ezelőtt még sokkal több autó járt, és a buszokon, villamosokon is sokkal többen voltak. Most a legtöbben már haza igyekeznek. Fokozatosan elfogynak a Lánchídon áthajtó autók. Ez látható azon a felvételen, amelyet a miniszterelnök tett közzé a közösségi oldalán. A videóban Orbán Viktor megköszönte a magyarok összefogását. Köszönjük, hogy betartják a szabályokat. Tavasszal egyszer már sikerült. Ha betartjuk a szabályokat és összefogunk, együtt újra sikerülni fog. Vigyázzunk egymásra. Ahogy szerda hajnalban, úgy este 8 órától is a rendőrök országszerte ellenőrizték a kijárási tilalom betartását. Az elmúlt este és éjszaka kevesen voltak az utcákon, és az ellenőrzöttek zöme rendelkezett a kijáráshoz szükséges munkáltatói igazolással, hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján. A rendőreink jelentése alapján azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt este és éjszaka az állampolgári közterületi tartózkodás gyér volt, még a fővárosban a belváros területén is a lakossági jelenlét elenyésző volt. Rendőri intézkedés alá vont személyek jelentős része
az említett igazolással rendelkezett, így velük szemben a szabálysértés tényét nem állapítottuk meg. Az operatív törzs ügyeleti központjának vezető helyettese köszönetet mondott a lakosság többségének jogkövető hozzáállásáért. Az alezredes kiemelte, mindez segíti a koronavírus járvány elleni sikeres védekezést. Kis Róbert azonban szólt arról is, hogy akadtak, akik szabálysértést követtek el. Kollégái a kijárási tilalom megsértése miatt 273 esetben intézkedtek. 80 embert figyelmeztettek, 123 helyszíni bírságot szabtak ki, 70 emberrel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A legtöbb 10 000 fő feletti településen mától, de van olyan város is, ahol holnap 0 órától lépnek életbe a maszk használattal kapcsolatos új szabályok. A kormány a polgármesterek kezébe adta a döntést, ők rendelkezhetnek arról, hogy hol kötelező a maszk, és mi számít kivételnek a saját településükön. Az összes 10 000 feletti város települést nem tudjuk felsorolni, de mutatunk néhány példát. A gyalogosok, de még a biciklisek is maszkban voltak szerda délután Békés Csabán. A város közterületein péntektől kötelező a maszk, de sokan már előtte is hordták. Nyíregyházán is kivétel nélkül mindenki maszkban volt. Az utcákon mindenhol kötelező, a rendőrök folyamatosan ellenőrzik is. A helyiek azt mondták, örülnek az új szabálynak, így még nagyobb biztonságban érzik magukat. Egymásra vigyázunk, mert senki nem tudja, hogy kibe van vírus, és kiben nincs. Tehát ilyen alapon azt mondom, természetes, hogy hordani kellene mindenkinek. A 10 000 főnél nagyobb településeken kötelező maszkot viselni, de hogy pontosan melyik utcában igen, és melyik parkban nem, azt a polgármesterek dönthetik el. A megyei jogú városok közül szinte mindenhol bevezettek már valamilyen szabályt. A legtöbb helyen egységesen kötelezővé tették a maszkot, vagyis ha az emberek kimennek az utcára, akkor a zöld területek kivételével mindenhol viselniük kell. De olyan települések is vannak, ahol például a piacok, az iskolák vagy az óvodák környékén tilos maszk nélkül sétálni. A fővárosban a legtöbb közterületen kötelező maszkot viselni. Az önkormányzatok egységesen vezették be a szabályt. Csak a 4., a 12. és a 16. kerület jelölt meg konkrét helyszíneket. Nagyon örülök neki, ezzel csökkentjük talán a vírus terjedését. Az emberek többsége betartja a szabályokat és viseli a maszkot Budapesten is. Szerintem jogos. Most már azért annyira elterjedt ez a vírus, meg annyira súlyos a helyzet, hogy valamit tenni kell. A maszkviselést a rendőrök mellett a polgárőrök is országszerte ellenőrzik. Akik maszk nélkül mennek, figyelmeztetjük, hogy tessék fölvenni, mert ha más hivatalos személy találkozik velük, akkor esetleg meg is bünteti. Gyors testhőmérsékletmérés és kezdődhet a járőrözés Zalaegerszegen. A polgárőrök a maszkviselés mellett a kijárási tilalom betartásában és az idősek ellátásában is segítenek. A járőrszolgálatokat igyekszünk az esti órákba is, illetve napközben is szervezni változóan, és itt a rendőrséggel közösen is, ha a rendőrség igényt tart a munkánkra, akkor közös járőrszolgálatba is, illetve azokat a feladatokat, amit a rendőrség kapacitása nem tud ellátni, ebbe is igyekszünk segíteni, ezzel is segíteni az egész országot, hogy ellaposodjon ez a pandémiás időszakban, ez a görbe. Maszkviselés miatt már több mint 3600 esetben intézkedtek a rendőrök. Aki megsérti a szabályokat, az ellen feljelentést tesznek, vagy megbüntetik. A bírság a 150 000 forintot is elérheti. Csak nem 4 000-rel nőtt ma reggelre a fertőzöttek száma itthon, 3927 teszt lett pozitív. Ismét van egy fiatal, egy 20 éves férfi az áldozatok között, többféle alapbetegségben szenvedett, emiatt a veszélyeztetett csoportba tartozott, összesen egyébként egy nap alatt 87-en haltak meg. Az országos tisztifőorvos úgy fogalmazott, a járvány a magyar települések 85%-át érinti, ennyi helyen regisztrálták már a fertőzést. Müller Cecília arra kért mindenkit, hogy ne csupán azért tartsa be az óvintézkedéseket, mert ellenkező esetben büntetést kaphat, hanem a felelősség érzése is motiváljon mindenkit. Féltjük az időseinket, féltjük a betegeinket, de szólok a fiatalokhoz is, hiszen láthatjuk, hogy senki sem kivétel, bár ritkán, de súlyos megbetegedés fiataloknál is előfordulhat, de főképpen arra kérem őket, hogy a családnak a beteg és idős tagjait védjék meg.
ígéretesek a kilátások, de még mindig nincsen a koronavírus ellen biztos vakcina. Ezt mondta néhány órával ezelőtt az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, ezzel némileg hűtötte az elmúlt napokban világszerte tapasztalható oltóanyagokkal kapcsolatos hurrá hangulatot. Itthon a kormány egyszerűsítette a külföldi oltóanyagok behozatalával kapcsolatos szabályokat. Hónapok óta folyamatosan dolgoznak a szakemberek ebben a moszkvai laboratóriumban, a koronavírus elleni oltóanyagot fejlesztik. Ezt a vakcinát már 5 helyen is gyártják, november végétől kezdődhet a tömegtermelés, a szakemberek ugyanis kimutatták, hogy csak nem 100%-os a hatékonysága. Kapunk oltóanyagmintát. Közel a segítség, a külgazdasági és külügyminiszter szerda este az M1-en jelentette be, hogy hamarosan megérkezhet az orosz vakcina Magyarországra. Ez a kis mennyiségű laboratóriumi vizsgálatra alkalmas minta mennyiség, ez másfél héten belül meg fog érkezni Magyarországra. Ezt követik majd a kis mennyiségű decemberi szállítások, amivel a klinikai teszteket el lehet végezni, és ezt követik majd remélhetőleg, és a dolgok jelenlegi állása szerint január második felében a nagy mennyiségű szállítások. A vakcinákról egyeztetett csütörtökön Szijjártó Péterrel a miniszterelnök, ezúttal az interneten keresztül. Orbán Viktor kiemelte, fontos, hogy többféle oltóanyagot szerezzen majd be Magyarország. Szerintem itt két dolog van, Péter. Az első, hogy az a fontos, hogy legyen többfajta vakcina. Önkéntes, van többfajta. A másik, hogy a nyugatiaknál se állunk rosszul egyébként, de akkor ez nem vagy-vagy, hanem és. Mindenhonnan tudunk fogadni. Minél több forrásból, minél több vakcinát. Lesz választék, hisz több országban, így az Egyesült Államokban is gőzerővel dolgoznak már az ellenanyagon. Az általuk kifejlesztett vakcinát eddig több mint 43 ezer emberen tesztelték, sikeresen több mint 90%-os hatékonysággal. Velük és több más országgal, így Izraellel és Kínával is megkezdődtek már a tárgyalások a koronavírus elleni vakcinák behozataláról. A cél az az, hogy a lehető legtöbb vakcinájon rendelkezésre és a lehető leggyorsabban. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, mindent meg fognak tenni azért, hogy az emberek minél előbb megkaphassák a megfelelő oltóanyagot. Hogyha emberi életeket menthetünk meg azzal, hogy akár néhány nappal, néhány héttel vagy néhány hónappal korábban nagyobb mennyiségű oltóanyaghoz juthatunk, akkor a magyar kormány ezért mindent meg fog tenni. Közben döntött az országgyűlés arról, hogy leegyszerűsítik a gyógyszerekre vonatkozó hatósági eljárást. Mostantól gyorsabban lehet majd beszerezni és engedélyeztetni a külföldi készítményeket. Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy az oltóanyagok behozataláról kizárólag a magyar szakemberek döntenek majd. Hogyha a Magyar Országos Gyógyszerészeti Intézet munkatársai úgy gondolják, hogy az anyag, a dokumentáció, a vakcina megfelelő, akkor ezt a véleményüket elmondják. Ezt követően lép be az NNK, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, amely már a konkrétan Magyarországra szállítandó ampullákat fogja megvizsgálni, tehát a vakcinát, a konkrét vakcinát és a hozzá kapcsolódó konkrét dokumentációt. És hogyha az NNK szakemberei is azt mondják, hogy a vakcina és a dokumentáció megfelelő, akkor érkezhet meg a vakcina nagy mennyiségben Magyarországra. Várhatóan már decemberben a tervek szerint először a krónikus betegséggel küzdőket, az orvosokat, az ápolókat, a tanárokat és a katonákat oltják majd be. Egyre több európai országban merül fel a kérdés, hogy milyen lesz a karácsony. Sokfelé azzal biztatják az embereket, hogy ha novemberben betartják az óvintézkedéseket, akkor viszonylag normális lehet az ünnep. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap azt mondta a TV2-nek, hogy 2 hét múlva, november végén tud arra választ adni, lehetnek-e nagyobb családi összejövetelek karácsonykor. A szigorítások hatásának érzékeléséhez legalább 2 hétre szükségünk lesz. November végén derülhet ki, hogy karácsonykor már lehetnek-e nagyobb családi összejövetelek. Erről beszélt Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorában. A miniszterelnök annak a reményének adott hangot, hogy az ünnepek már kevésbé kötötten telnek majd. Európa néhány országa, köztük Magyarország, a karácsonyi családi ünnepet már szabadabban teszi megszervezhetővé, mint ahogyan most kell élni az életünket. A miniszterelnök a szerdától hatályos korlátozásokat úgy indokolta, szakértők egybehangzó véleménye szerint ezen lépések nélkül a kórházi orvosi ellátás nem teremthető meg a megfelelő biztonsággal és színvonalon,
vagyis el fognak fogyni az orvosok és az ápolók. Orvosok is vannak, de nem elég. Tehát a számok azt mutatták, hogy ha így megy tovább minden, akkor 50% esély van arra, hogy a kórházak kibírják a terhelést. Most, hogy meghoztuk az intézkedéseket, ez a valószínűség most 99,9%. A vakcináról szólva azt is közölte, olyan oltóanyag még nincs, amely az előírt 4 akadály mindegyikén átjutott volna. De olyan több is van, amely 3 próbát már kiállt. Az EU-ban előállított oltóanyagok januárban teszik meg a kifejlesztésben a 4. lépést folytatta, és van esély arra, hogy az oroszok és a kínaiak is megteszik, és Magyarországnak mind az EU-val, mind Oroszországgal, mind Kínával van kapcsolata. Legfölszabadítóbb érzés az lenne, hogyha a különböző vakcinák is rendelkezésre állnának, miután a vakcina, illetve az oltás nem kötelező, hanem önkéntes lesz, az emberek eldönthetik, hogy melyikbe bíznak inkább, és melyiket szeretnék alkalmazni. Azt viszont már most jelezte, hogy bármelyik vakcináról is legyen szó, december végén, januárban csak egy kisebb mennyiség áll majd rendelkezésre. De lesz egy megkönnyebbülés. Megjegyezte azt is, hogy egy embernek valószínűleg 2 oltásra lesz szüksége. Az EU-ban szükséges több 100 millió vakcina április-májusban áll majd rendelkezésre. Ekkor lesz szabadulás érzés, közölte. Hogyha a kisiskolásokat, óvodásokat, bölcsödéseket otthon tartjuk, akkor valakinek velük otthon kell maradni. Arra a felvetésre, miszerint sokan hiányolják az általános iskolák, óvodák bezárását, a miniszterelnök úgy reagált, a többség szerint az országnak a védekezés közben is működnie kell, ami a szülőnek azt jelenti, hogy el tud menni dolgozni. Most azt várják el a sorstól, a jóistentől, a szabályoktól, a jó szerencsétől, hogy egyszerre tudjunk védekezni, maradjunk életbe, ha megbetegedtünk, biztosan gyógyuljunk meg, és közben ők hadd dolgozzanak, hadd éljék az életüket, hadd működtessék az országot. Ezt az egyensúlyt kell fenntartanom. Azt hiszem, hogy ebben van nekem személyesen egy kitüntetett felelősségem. A kijárási tilalom betartásának rendőri ellenőrzéséről azt mondta, jó, ha a rendőrök emberségesek, de férfiasnak, világosnak és egyértelműnek kell lenniük. A jogalkotó pedig egyértelmű szabályok megalkotásával segítette a rendőrök munkáját. Végül arról beszélt, hogy a szállodáknak, éttermeknek, szabadidő tevékenységgel foglalkozó cégeknek a következő 1 hónapot elviselhetővé tudják tenni az állami segítséggel. De ez nem a megoldás, ez csak a túlélés segítsége. Alapvetően adókat szeretnénk csökkenteni. Orbán Viktor hozzátette, hamarosan azonban születnek olyan kormányzati döntések, amelyek megnövelik a vállalatok esélyét, hogy talpon maradjanak, sőt, még erősödjenek is a következő hónapokban. Jön az európai körkép, vannak már olyan helyek, olyan országok, ahol javul a helyzet, javulnak az adatok, de bizony a legtöbb helyen még mindig romlik a járvány miatt az egészségügyben a helyzet. Ilyen Görögország is. Kezdjük Görögországgal. Holnaptól éjszakai kijárási tilalom lép életbe. Néhány nappal ezelőtt már bevezették a kijárási korlátozásokat. Csak egy SMS-ben kapható engedély birtokában lehetett kilépni az utcára, de így is gyorsan terjed a vírus, ezért kell tovább szigorítani. Az óvodákat, valamint az általános iskolákat ott sem akarja bezárni a kormány, egyelőre marad a tantermi oktatás. Egyre nehezebben tudják ellátni a sok beteget a görög kórházak a koronavírus járvány miatt. Különösen Thesszalonikiben rossz a helyzet, ugyanis az országban regisztrált fertőzöttek csaknem harmadát innen jelentik. Az első hullámhoz képest most sokkal több a beteg, ezért túlterheltek a klinikák és az intenzív osztályok is. Emellett most a betegek átlag életkora is alacsonyabb, 80 helyett 40-60 év közöttiek, magyarázta egy thesszaloniki orvos. Országszerte jelenleg meghaladja az 1000-et az intenzív osztályokon felállított betegágyak száma, ezek csaknem felét koronavírusos betegeknek tartják fenn, azonban már több mint 300-at elfoglalnak a fertőzöttek. Az egészségügyi rendszer nem tud megbirkózni a járvánnyal, ha a betegség első lépését nem gátoljuk. A fertőzési lánc pedig úgy kezdődik, hogy az emberek tömegesen gyülekeznek, hangsúlyozta a görög miniszterelnök. Csak szerdán több mint 2700 embernél mutatták ki a koronavírust, ezért péntektől éjszakai kijárási tilalmat vezet be a görög kormány. November 13-ától országos szinten kijárási tilalmat rendelünk el, este 9 óra és hajnali 5 óra között. Ebben az időszakban mindenki csak a legszükségesebb esetben hagyhatja el az otthonát, például munkába járás miatt vagy egészségügyi okból. Emellett a házi kedvencek sétáltatását a lakóhelyhez közel engedélyezzük, fogalmazott a görög polgári védelmi miniszter helyettese.
A hatóságok szerint az emberek még mindig sokszor hagyják el feleslegesen az otthonukat, ezért nem lassul a járvány terjedése, pedig Görögországból múlt szombat óta korlátozzák a lakosság mozgását, csak azok mehetnek ki az utcára, akik erre SMS-ben engedélyt kapnak, így a görögök napközben továbbra is eljárhatnak munkába, edzeni, vásárolni vagy orvoshoz. Emellett országszerte bezárt az üzletek többsége, csak az élelmiszert és gyógyszert árusító boltok, illetve a benzinkutak tarthatnak nyitva. A török kormány a dohányzás betiltásával próbálja lassítani a járványt. Zsúfolt közterületeken, illetve a forgalmasabb helyeken mostantól tilos rágyújtani. Az utcákon egyébként kötelező a maszk Törökországban, és értelemszerűen cigarettázás közben nem takarják el a szájukat az emberek. Így azt a megoldást találta ki a kormány, hogy inkább betiltja a dohányzást. Ankarából jelentkezett Szerémi Tamás. Tilos például dohányozni a forgalmasabb közterületeken. Ide kell érteni a sétáló utcákat, a megállóhelyeket, valamint azokat a köztereket, amelyet az egyes önkormányzatok forgalmasnak ítélnek meg. A belügyminisztérium azt várja a lépéstől, hogy az emberek helyesen fogják viselni a maszkot. Olaszországban egyre inkább az válik valóra, amitől sokan tartottak, a déli tartományok kevésbé fejlett egészségügyi rendszere nem bírja a terhelést. Nápolyban megteltek a kórházak, elképesztő felvételeket lehet látni, most is itt mutatunk néhány másodpercet. Nincs elég ágy, úgyhogy a betegeket a saját autójukban látják el, kint a parkolókban, illetve az utcákon. Orvosok szerint Nápoly nem tudott felkészülni a második hullámra, tavasszal az első hullám megkímélte őket, nyáron pedig a turizmussal voltak elfoglalva. Róma, Sárközi Júlia. Dél-Olaszország legnagyobb kórházai Nápolyban nem bírják a terheltséget, nem bírják az érkező betegek iramát, és ezért fordulhatott elő, hogy az Ospedale del Mare kórház parkolójában készültek azok a felvételek, amelyeken az látható, hogy a betegeket saját autóikban látják el a kórház előtti parkolóban, ott a betegek a kocsiukban ülve kapják meg az oxigén palackokat. De nem ez volt az első eset, nagyon sok kórházban, Nápoly városában nem tudják elkülöníteni a COVID-19 betegeket és a nem fertőzött más betegeket. Az egész városban, Nápolyban hiányzik az oxigén. És akkor jöjjön egy jó hír, egy biztató jel. Csehországban már napok óta azt mutatják a számok, hogy lassul a vírus terjedése. Az egészségügyi miniszter egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy nagy valószínűséggel már túl van a csúcson a járvány. A cseh kormány már október első felében rendkívül szigorú óvintézkedéseket hozott, hiszen már akkor berobbant náluk a második hullám. Úgy tűnik, hogy volt ennek értelme, a közép-európai régióban a cseheknél kezdődhet meg először az enyhítés. A tervek szerint jövő hét közepétől a legkisebbek, az első, valamint a második osztályos diákok újra járhatnak iskolába. Újabb szigorítások jönnek viszont Szlovéniában, ott ugyanis az eddigi óvintézkedések ellenére nem csökken a fertőzöttek napi száma. Az elmúlt egy napban megint majdnem 2000 teszt lett pozitív, ami arányaiban sokkal rosszabb a magyar adatnál. 41 beteg halt meg, ez Szlovéniában rekordnak számít. A járvány halálos áldozatainak száma így 686-ra emelkedett. Részletek Magyar Lovrics Mirjanától. A szlovén kormány szerint az október végén a járvány megfékezésére hozott intézkedések csak részlegesen sikeresek, ezért úgy döntött, két hétre meghosszabbítja a már érvényben lévő korlátozásokat, és néhány újabb szigorítás mellett is döntött. Marad a lakhelyelhagyási és az éjszakai kijárási tilalom, továbbra is zárva maradnak az iskolák, az oktatás mindenki számára online folyik. Péntektől teljes gyülekezési tilalom lép érvénybe, hétfőtől leállítják a tömegközlekedést, az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, bankok és posták kivételével zárva tart minden egyéb üzlet, szünetelnek a szolgáltatások és hétfőtől szigorítják a határátlépési feltételeket is. Romániában sem látszik javulás egyelőre, egyre több települést kell lezárni, körbezárni. Nagybánya tegnap került vesztegzár alá, egyelőre 2 hétre. A lakók csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakásukat, ha dolgozni mennek, vagy esetleg, hogyha időseket, betegeket gondoznak valahol más helyszínen, de ezt mind írásban igazolni kell. A lezárás nem érinti az átmenő forgalmat, ám tilos megállni a városban. Részletek Egyedi Bernadettől.
A városba se be, se kiutazni nem lehet, ám ma még nem vetették be a rendőri erőket, és ahogyan ez itt is látszik, Nagybánya bejáratainál még nem ellenőriznek, de mindenkinek fel kell tudnia mutatni az utazási célját, igazoló dokumentumokat. Nagybányán egyébként a vírus gyors terjedése miatt egyfajta közösségi tesztelést indítottak, a közalkalmazottaktól vesznek mintát, hogy kiszűrik a betegséget, és ezáltal megpróbálják visszaszorítani a vírus terjedését. Az operatív törzs adatai szerint Magyarországon 2784-en haltak meg eddig a járványban. Ez a lakosság számhoz viszonyítva, ahogy fogalmaznak a közleményben, az uniós középmezőnyt jelenti. A fertőzöttséget tekintve Európa nagy részén rosszabb a helyzet a magyarnál. Itt a két hullámot együtt veszi figyelembe a hivatalos adat. Az uniós országok 1 millió főre vetített legfrissebb járványügyi adatai szerint a 27 tagállamból Magyarország a koronavírus fertőzöttek arányában a 10. legjobb helyen áll. A szomszédos országok közül mindenhol, így Ausztriában, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában és Horvátországban is többen kapták el a vírust eddig, mint itthon. Magyarországhoz képest jóval nagyobb a fertőzési aránya nyugati országok közül, például Franciaországban és Hollandiában is. Az uniós adatok szerint a legkevesebb fertőzött Finnországban van, a legtöbb beteget pedig az unió központjában, Belgiumban regisztrálták. Az 1 millió főre vetített statisztikák alapján Magyarország az elhunytak számában is a középmezőnybe tartozik. A járvány kezdete óta elhunyt fertőzöttek száma az uniós átlag fele, összesen 2784 fő, miközben Magyarország az egyik legátláthatóbb és legnyíltabb adatközlést folytatja, hiszen minden olyan elhunytat közöl, aki igazolt koronavírus fertőzött volt, még akkor is, ha a közvetlen halálok nem a vírusfertőzés, hanem valamilyen meglévő alapbetegség volt. Gulyás Gergely a Kormányinfón hangsúlyozta, Magyarország számára az egészségügyi ellátás terén is megfelelő kapacitás áll rendelkezésre. 1 millió főre vetítve a legtöbb lélegeztetőgép, ami az intenzív ellátáshoz feltétlenül szükséges, Magyarországon áll rendelkezésre. Az Európai Unió 27 tagállamából a harmadik legtöbb kórházi ágy és a legtöbb intenzív ágy 1 millió főre vetítve szintén Magyarországon biztosított. Az orvosok és az ápolók emberfeletti munkát végeznek. Innen is szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki az elmúlt napokban és hetekben erejét megfeszítve tett mindent meg azért, hogy a lehető legtöbben gyógyulhassanak meg a koronavírus fertőzésből, és azért, hogy az egészségügyi ellátórendszer az a megnövekedett terhelés ellenére is talpon tudjon maradni. A miniszter hozzátette, számtalan olyan ország van, amely ezt a nyomást nem bírta ki. Magyarországon ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindenki, aki kórházba kerül, a lehető legjobb ellátáshoz jusson. Ausztriában napok óta tart a vita és a bizonytalanság, hogy kell-e tovább szigorítani esetleg. Múlt héten kedden lépett életbe a legtöbb óvintézkedés, például az éjszakai kijárási korlátozás, a rendezvénytilalom, és akkor zárták be az éttermeket, valamint a szállodákat is. Azóta 10 nap telt el, és több szakértő szerint még mindig sok a kontaktus, tehát sok az emberek közötti találkozás. A fő kérdés, hogy be kell-e zárni az óvodákat, valamint az általános iskolákat. Egyelőre nincs döntés. A helyzet úgy áll, hogy mindenki sötétben tapogatózik, de ők előttünk tapogatóznak a sötétbe. Ezért én laboratóriumként tekintek Ausztriára. Így fogalmazott Orbán Viktor még áprilisban, a koronavírus járvány első hullámakor a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Akkor azt mondta, hogy a magyar kormány Ausztriát tartja követendő példának a koronavírus elleni küzdelemben, illetve a különböző korlátozások feloldásának az időzítésében is. Tapasztalataink szerint a járvány lefolyása Magyarországon 1-2 hét késéssel követi az ausztriait. Ezt pedig már fél évvel később a korlátozó intézkedéseket bejelentő videójában mondta a miniszterelnök. Szerda 0 órától ugyanis újabb korlátozások léptek érvénybe hazánkban. Eszerint este 8 óra és hajnali 5 óra között kijárási tilalom van. Minden gyülekezés tilos, az éttermek bezártak, csak házhoz szállítás lehetséges. Az üzleteknek, a fodrászatoknak, valamint az egyéb kisipari szolgáltatóknak pedig este 7 órakor be kell zárniuk. A szállodák csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak, turistákat nem, és általános rendezvénytilalom lépett életbe.
Néptelenek az utcák és zárva vannak a boltok is. Ezek a képek nem Magyarországon, hanem Ausztriában készültek. A szomszédos országban jelenleg nagyjából ugyanolyan korlátozások vannak érvényben, mint hazánkban. Ott egy hete tart az éjszakai kijárási tilalom, este 8 és reggel 6 óra között. Az üzleteknek este 7-kor be kell zárniuk, a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek is bezártak, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak. A hotelek sem fogadhatnak vendégeket, védőmaszkot pedig minden nyilvános helyen kötelező viselni, ahol nem tartható a minimum 1 méteres távolság. Az intézkedések ellenére minden eddiginél magasabb esetszámot, 9262 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak a szomszédos országban. A járvány kirobbanása óta soha nem volt ennyire magas a fertőzöttség, és sajnálatos módon az utóbbi 24 órában 44-en vesztették életüket a járvány szövődményei miatt. November 3-a óta vannak egyébként a korlátozó intézkedések érvényben itt Ausztria területén, és az egyre növekvő esetszám miatt a kormányzat fontolgatja, hogy esetleg további szigorító intézkedéseket vezet be. Ausztria nem csak a korlátozó intézkedések bevezetésében, hanem a koronavírus fertőzöttek számában is megelőzi hazánkat. Sebastian Kurz osztrák kancellár október utolsó napján jelentette be az újabb szigorító intézkedéseket. Akkor 5243 új fertőzött volt Ausztriában. Ez 1 millió főre vetítve 592 fő. Magyarországon ezzel szemben november 9-én a korlátozások bejelentésekor 5162 új fertőzöttet regisztráltak, ami 1 millió főre vetítve 528 fő. Vagyis csaknem 70 fővel volt több az arányosított fertőzöttek száma Ausztriában, amikor bejelentették a szigorító intézkedéseket. Nagyjából a fertőzések számát tekintve most van ott Magyarország, ahol Ausztria egy héttel ezelőtt volt, amikor ők is bevezették a kijárási tilalmat. És ráadásul mi még elfogadható állapotok között vagyunk, nem könnyű a helyzet, de összevetve mondjuk Nyugat-Európával, ahol nem csak éjszaka, hanem nappal is kijárási tilalom van, Ausztria és Magyarország még jól áll. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország a 3 legjobb ország között van a kórházi ágyak tekintetében. Eszköz gyakorlatilag korlátlanul van, az orvosok és az ápolók is nagyon jók. Ugyanakkor, ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, a kórházak nem tudnak majd megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. Ezért mindenképpen csökkenteni kell a megbetegedések számát. Álságos, hogy miközben az Európai Parlament az egyetlen parlament Európában, amelyik nem képes a rendes és jogszerű működésre, mégis kioktató hangnemben okoskodik az EP a tagállamok járvány elleni intézkedéseiről. Ez áll Hidvégi Balázs, fideszes EP képviselő közleményében. A politikus arról írt, hogy az Európai Parlament ma a tagállamok koronavírus elleni intézkedéseinek jogállamiságra, alapvető jogokra és demokráciára gyakorolt hatásairól vitázott, miközben éppen a brüsszeli testület az, amelynek a működése a járvány második hulláma alatt megbénult, így fogalmazott Hidvégi Balázs. A járvány után politikai és gazdasági szempontból is új világrend jön létre, a magyar-német kapcsolatok szerepe tovább nőhet. Erről a Szijjártó Péter beszélt egy online tanácskozáson, amelyen részt vett a német külügyminiszter is. Szijjártó Péter azt mondta, jó esélyünk van arra, hogy az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon Magyarország, ami annak is köszönhető, hogy a magyar és a német gazdaság között szoros együttműködés jött létre. Mi a jövőben is arra szeretnénk összpontosítani, ami összeköt minket. Arra szeretnénk összpontosítani, hogy segíteni tudjuk egymást ezen történelmi típusú kihívások közepette. És azt hiszem, hogy meg kell érteni, el kell fogadni, és tiszteletben kell tartani azt, hogy mivel a világot máshonnan nézzük, ezért bizonyos kérdések szempontjából másként is láthatjuk. De ez önmagában semmiképpen sem képezhet akadályt annak, hogy a két ország számára fontos ügyekben a jövőben is szorosan együttműködjük. Megszokhatták már március óta, hogy rendszeresen üzennek az M1-en keresztül önöknek ismert emberek a vírussal, a járvánnyal kapcsolatos védekezéssel. Jön egy újabb gyűjtés. Egyelőre a vírus nem engedi, de amint engedi, kedves nézők, ígérem, jön a labda.
A Legendás Három Kívánság című műsor vezetője évtizedek óta segít valóra váltani az álmokat, de a vírus most ezt sem engedi. Ahhoz, hogy folytatni tudja küldetését, mindenkinek azt üzeni, hogy ahogy ő is tette, oltassa be magát és figyeljen mások egészségére. Maszk van, ha lehetőleg otthon maradni és fertőtlenni a kezeket. Ezért mindenkinek ezt javaslom én is. Én otthon karanténból rádiózok most már lassan fél éve. Bétót László is figyel az egészségére és a megfelelő vitaminbevitelre. A műsorvezető pár hete oltatta be magát. Már sok éve járok mindig el az orvoshoz, és oltatom be magam influenza ellen. Ezt megtettem az idén is. Ezt ajánlom mindenkinek ebben a bolondos világban. A maszkviselés fontosságáról indított kampányt a MOL Magyarország, melyben részt vesz Szilágyi Áron, Manherz Krisztián és Fucsovics Márton is. Az ötlet olyan nagy sikerű, hogy több hazai és nemzetközi márka is csatlakozott. Ha mindenki maszkot hord, akkor minimálisra csökkenhet az átfertőződés esélye, úgyhogy ez mindenkinek az ügye és mindenkinek a felelőssége. Mi ezért bátorítunk mindenkit, hogy készítsen fotót magáról, tegye fel a közösségi felületeire, használja az egymásért hordjuk hashtaget, mert ez valóban mindegyikünk ügye. Országosan is egyre többen oltatják be magukat influenza ellen. A héten újabb vakcinákat szállítanak ki a házi orvosokhoz. Nekem két idős szülőm van, akik krónikus betegségben szenvednek, ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy ezt a megelőzést és ezt a védekezést minden évben megtegyük. Az orvosok arra kérnek mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel és oltassák be magukat. Mindenki, függetlenül attól, hogy van-e krónikus betegsége vagy nincs, igényelheti térítésmentesen a házi orvosnál az influenza védőoltást, a házi orvos pedig hát a járási népegészségügyi központ látja a védőoltással. Mi legutóbb 200 darabot rendeltünk, ennek már a vége felé járunk, tehát az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember fontosnak és célszerűnek tartja ennek a védőoltásnak a beadatását. A járvány elleni védekezés legegyszerűbb módja tehát most az, hogy viseljük helyesen a maszkot, tartsuk be a szabályokat és figyeljünk egymásra. Naponta fertőtlenítik a vonatokat, a híveket, valamint a volánbuszokat. A zsúfolt elővárosi vonalakon, vonatokon eddig is ez volt a gyakorlat, de most már az egész országban. Főként a kapaszkodókat mossák, baktérium, vírus és gomba ellenes fertőtlenítést alkalmaznak egyszerre. A koronavírus járvány miatt a tömegközlekedési eszközöket is sűrűbben tisztítják. A MÁV jelenleg forgalomban lévő 1200 járatát napi szinten fertőtlenítik tavasz óta. Most érezhetően kevesebben utaznak a vonatokon. Megcsökkent észrevehetően. Tavasszal is így volt, akkor utána egy kicsit nyáron megszaladt, és most újra. Egyébként nem volt utána sem akkora forgalom, mint egyébként szokott lenni. Emelt szintű padlófelmosást és felülpermetezést végeznek a szerelvényeken. Baktérium, vírus és gomba ellenes fertőtlenítőszerrel végzik a padlófelmosást, illetve a felületpermetezést is minden olyan felületen, illetve a jármű teljes belső terében, amellyel az utasok érintkeznek, illetve az utasok, ahol tartózkodnak. A volánbusz járatait ugyancsak naponta fertőtlenítik. A busztársaságnál országszerte 58 ózongenerátor is gondoskodik a mintegy 6500 darabos járműállomány vírusmentesítéséről. Én napi 2-3-szor buszozok, és én egy nagyon jó dolognak tartom, hogy fertőtlenítik a buszokat, mert így talán enyhíteni lehet a vírusnak a tovább terjedésén. Felhívják az utazók figyelmét arra is, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat. A maszk használata mind a tömegközlekedési eszközökön, mind a várokban és a megállóhelyeken is kötelező. Elfogták a kora reggeli budapesti késelés gyanúsítottját. Az egyes villamoson szólt rá egy utas egy másikra, hogy nem jól viseli a maszkot. Erre előkapott egy kést a 40 éves gyanúsított, és megszúrta az utastársát. Az áldozat egy 64 éves férfi, kórházba vitték, meg kellett műteni. A támadó elmenekült, de a személyi leírás, valamint a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították és elfogták. Kollégáim a férfi után hajtóvadászatot indítottak, és az elkövetést követően néhány órán belül Budapesten a 8. kerületben elfogták. Előállítása, elszámoltatása jelenleg is folyamatban van.
Sehol a világon nem lenne kérdés, hogyha a világjárvány közepén az egészségügyi bizottság elnöke kamu videót készít, és a védekezés résztvevőit rágalmazza, akkor le kell mondania, ezt mondta Gulyás Gergely az MSZP-s Korozs Lajos botrányáról. A miniszter azt is hozzátette, szerinte érthetetlen, hogy az ellenzék miért nem jelöl mást a bizottság élére. A baloldal azonban továbbra is kitart Korozs Lajos mellett. Ahogy néztem most a legfrissebb statisztikai adatokat. Járványügyi statisztikákra hivatkozott kedden az MSZP-s Kórós Lajos a parlamentben. Nem is értettem, hogy miért zárják le a határokat. A szocialista politikus arról beszélt, hogy a kormány szerintem nem tudja értelmezni a vírus terjedésével kapcsolatos adatokat. Kórós Lajos néhány napja a közösségi oldalán is statisztikákat elemzett. Az interneten két halálozási adatokra vonatkozó grafikon tett közzé, csak hogy a fotón hamis számokat tüntetett fel, és egy 2016-os adatsorra hivatkozva állította azt, hogy koronavírusban halnak meg a legtöbben. Amikor később észrevettem, hogy a két adatszolgáltatási évvel korábbi adatok vannak benne, akkor levettem. Az ügy miatt a kormánypártok arra szólították fel Kórós Lajost, hogy mondjon le a parlament egészségügyi kérdésekért felelős népjóléti bizottságának vezetéséről. A baloldali politikus azonban ezt nem tette meg. Helyette kedden az ülésteremben magyarázkodott. Azt mondta, nem vette észre, hogy a fotón hamis adatok szerepelnek. Kóros képviselő úr elnézést kért. A szocialista politikust az LMP frakció vezetője és a gyurcsánypárti Arató Gergely is védelmébe vette. Utóbbi azt hangoztatta, hogy Kórós Lajos lemondása veszélyeztetné a Népjóléti Bizottság működését. Arató úr, jobb lenne, ha nem a folyosóról kukucskálna, ha már ennyit hazudozott. Hanem... A Fidesz frakció vezetője szerint viszont ez nem igaz. A Népjóléti Bizottság 15 tagú, aminek van 4 alelnöke, és mi azt kérjük önöktől, hogy jelöljenek egy új elnököt, akit még akár jövő hétfőn mi megválasztunk. Kocsis Máté válaszában hangsúlyozta, a kormánypártok azt kérik, hogy Kórós Lajos helyére egy másik politikus delegáljon a baloldal. Az ugyanis elfogadhatatlan, hogy a Népjóléti Bizottságot olyan politikus vezesse, aki álhíreket terjeszt. Nincs 3 napja, hogy ön halálozási statisztikákat hamisított meg. Nincs 3 napja. Ön szerint belefér a Magyarországgyűlés Egészségügyi Bizottságának elnökeként ez a fajta viselkedés, és ön idejön és nem tesz semmit, beül az ülésterembe és grimaszol, meg mutogat nekem, majd a felszólalásában annyit nem mond, hogy elnézést kérek. Az MSZP társelnöke ennek ellenére szerdán is kitartott Kórós Lajos mellett. Le fog mondani Kórós Lajos? Le fog mondani, de hogy fog lemondani, és hogyha karhatalmi eszközökkel leszedik, akkor őt fogjuk újra. Ez a nagyszerű asszony. Pedig nem ez az első eset, hogy Kórós Lajos álhíreket terjeszt. Júniusban ő készítette az MSZP kamu videóját az álmentős Németh Atinával, amelyben a nő azt állította, mentősként többen az ő kezei között vesztették életüket a kórház kiürítések miatt. Később kiderült, Németh Atinának sosem volt köze az országos mentőszolgálathoz, de az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában sem szerepelt. A 30 ezer ágy kiürítésével halálba küldtek embereket. Németh Atina önkéntes mentőápoló napokban számolt be arról, hogy... Az elhírt ennek ellenére, még a kamu videó megjelenése előtt Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke is terjesztette a parlamentben. A hamis információt a Népjóléti Bizottság ülésén is megismételte. Azt mondta, hogy az ő 10 ápoltjából 9 meghalt. Az erről készült videót Rétvári Bence tette közzé az interneten. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a felvételhez hozzáfűzte, a koronavírussal kapcsolatos álhírek terjesztői ugyanolyan veszélyesek, mint a vírustagadók. Különösen igaz ez, ha országgyűlési képviselőkről van szó. Az MSZP elkésettnek tartja a kormány védekezéssel kapcsolatos intézkedéseit. Kunhalmi Ágnes szerint Magyarország nyáron elfelejtett felkészülni a járvány második hullámára. Látszik, hogy minden nap egyre tendenciózusan növekszik a megfertőzöttek száma, és növekszik sajnos a halottak száma is, és nem kifelé megyünk ebből a vírusból még mindig, hanem sajnos befelé. Az LMP béremelést követel a szociális dolgozóknak a szociális munkanapján. Kanász Nagy Máté azt mondta, hogy erős szociális államot kell építeni, amelynek a dolgozók megbecsülése is része. Nekünk az a feladatunk, hogy olyan víziót és olyan programot alkossunk, ami a jóléti társadalom felé mutat, ami egy erős szociális állam felé mutat. Ennek a szociális államnak az első nagyon fontos lépése lesz a szociális dolgozók megbecsülése.
A DK szerint pánikol a kormány, ezért állította le az ország működését. Gyurcsány Ferenc pártja szerint a járvány elleni kormányzati védekezés összeomlott, és már nem a kormány, hanem a vírus irányít. Mostani kijárási korlátozások előtt még az is elhangzott, hogy a mostani szigorítások elegendőek, és nem lesz szükség újabb intézkedésekre. Aztán mindennek az ellenkezője történt természetesen, a szinte korlátlan kórházi kapacitásból egyik pillanatról a másikra 50%-os eséllyel összeomló egészségügy lett. Eddig egyetértés volt a politikában, hogy a választási és a kampányfinanszírozási szabályok visszaélésekre adnak lehetőséget a kamupártok számára, ezt mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. Azok után, hogy a választási törvény módosítását ösztűz alá vette a baloldal. A miniszter szerint a módosítás azt szolgálja, hogy azok a pártok kapjanak csak állami támogatást a kampányukra, amelyek legalább 50 egyéni választókerületben jelöltet tudnak állítani. Ennek az égvilágon semmi köze nincs az ellenzéki pártok indulásához, hiszen egy-másfél éve mindannyian tanúi lehetünk annak a vitának, ami az ellenzéken belül arról folyik, és amikor nem is a Kormányinfóra tartozik, csak a vádak tisztázása miatt mondom, hogy az ellenzék egy vagy két listával indul az országgyűlési választásokon. Ez a módosítás ezt a kérdést semmilyen formában nem érinti, az ellenzéki pártok akár egy, akár két listán indulhatnak. Nyitott és megengedő lesz a kormány az egészségügyi szabályozásnál az orvosok másodállásával kapcsolatban. Erről is beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón. Jelezte a miniszter, hogy elfogadják a Magyar Orvosi Kamara, valamint a többi érdekképviselet véleményét. Ugyanakkor elvárják, hogy a megemelt fizetések mellett az orvosok elsősorban a kórházakban végezzék a munkájukat. Az új jogviszonyban jelentősen megemelt fizetések mellett azt a betegek is és a kórházak is joggal várják el, hogy a munkaidőt azt az orvosok a kórházi gyógyítással töltsék, de ezen túlmenően a másodállások engedélyezése tekintetében a szabályozás az nyitott és megengedő lesz. A bankszámlákra már meg kellett érkezni a nyugdíjaknak, a postások pedig holnap viszik ki a megemelt összeget. Minden évben novemberben kapják meg a nyugdíjasok az infláció miatti kiegészítést, vagyis hogyha jobban emelkednek az árak évközben, mint azt előzetesen várni lehetett, akkor kompenzáció jár mindenkinek januárig visszamenőleg, ezért magasabb a novemberi összeg. A finom sárgalépát is szépen megpucoljuk. Bableves lesz az ebéd a Faragó családnál. Főzés közben jött az üzenet, hogy átutalták a havi nyugdíj mellett az inflációs kiegészítést is januárra visszamenőleg. Az 18.600 forint, és a mai napon, hála Istennek, megérkezett a számlámra. A családfőnek még nem jött meg a pénz, neki majd a postás hozza. A házaspár azt mondja, minden forintnak örülnek. Mindenféleképpen érzékeljük a mindennapi bevásárlásnál is az élelmiszer áraknak az emelkedését. Abba egy picit kompenzálni fog, segíteni fog. November 12-én a mintegy 2,5 millió érintett 60%-a már megkapta a nyugdíját és a kiegészítést. A nyugdíj-nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül azok, akik bankszámlára kapják az adott havi nyugellátásukat, a mai napon a visszamenőleges nyugdíjemeléssel kiegészített, illetve megemelt összeget jóváírták. A bankszámlákon történő jóváírás két összegben történt. Egyrészt az 1-10 havi visszamenőleges összeg, illetve a novemberi már emelt összegű nyugdíj. 100, 10, 20. A következő napokban pedig már a postások viszik ki a pénzt azoknak, akiknek nincs számlájuk. A szakértő szerint az emelt összegű juttatásban mindenki részesül, aki idén januárban már kapott nyugdíjemelést. Ez érinti az összes öregségi nyugdíjast, az összes hozzátartozói nyugellátásban részesülőt, az összes nyugdíjszerű ellátásban részesülőt, és érinti az összes olyan ellátást is, amit a erről szóló kormányrendelet részletesen felsorol, ez több mint 200 ellátást jelent. Elsősorban ilyen a korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, ilyen például a rokkantsági ellátás. Akik átlag ellátást, tehát 142.000 forintot kapnak, azoknak több mint 1700 forinttal emelkedik a havi nyugdíjuk. Ez az év elejéig visszamenőleg csak nem 20.000 forint többletet jelent számukra. A novemberi pluszpénzek mellett januárban, ahogy az elmúlt években, idén is lesz nyugdíjemelés. Mivel a kormány jövőre 3%-os inflációval számol, ennyivel több lesz a havi járandóság.
Fontos, hogy a 3%-os emelést az idén megnövelt összegek után számítják ki. Ez azt jelenti, hogy aki ma átlag nyugdíjat kap, annak számlájára két hónap múlva, jövő év január elején hozzávetőleg 148 ezer forintot utal át a Magyar Államkincstár, illetve kézbesít számára a Magyar Posta. A kormány szóvivő közösségi oldalán azt írta, nem engedik, hogy romoljon a magyar emberek életszínvonala, még a koronavírus járvány idején sem. A nyugdíjasok is számíthatnak a kormány segítségére, ezért is döntöttek a 13. havi nyugdíj visszaépítéséről, amelynek első részletét a jövő év elején kapják meg az érintettek. A kormány 4 lépcsőben állítja vissza a 2010 előtt elvett juttatást. Ez azt jelenti, hogy 2021-ben negyedhavi, 2022-ben már félhavi összeget kapnak az idősek. 2023-ban a 13. havi nyugdíj 3/4 részéhez, míg 2024-ben a teljes összeghez hozzájutnak. Az idei nyugdíj kiegészítéssel és a 13. havi nyugdíj első részletével nagyjából 125 milliárd forint plusz pénzt kapnak az érintettek. A világon egyedülálló támogatást kapnak a gyerekes családok Magyarországon jövő nyártól, erről Novák Katalin beszélt. A miniszter a csecsemő gondozási díjról azt mondta, hogy az édesanyák a szülés utáni első fél évben többet keresnek majd, mint előtte. Megkapják ugyanis a rendes fizetésük 100%-át, de kevesebbet kell adózniuk, mint amikor dolgoztak. Azt szeretnénk, hogyha érzékelnék a fiatalok azt a támogatást, hogyha felelős módon gyermeket vállalnak, gyermeket nevelnek, akkor ehhez mi igyekszünk minden segítséget megadni, és hogy nem anyagi hátrányokat kell ezért elszenvedniük, hanem éppen ellenkezőleg igyekszünk támogatni azokat, akik ezt a bátor döntést megmerik hozni. A magyar balliberális oldal felült a gender ideológia trendvonatára. Ezzel magyarázta egy elemző, hogy miért tiltakozik a baloldal a családok védelméről szóló alaptörvénymódosítás ellen. Szerinte, amit a liberálisok művelnek ebben a témában, az nem érzékenyítés, hanem már agymosás. A veszélyhelyzet meghosszabbítása mellett több más javaslatot is benyújtott a kormány kedden a parlamentnek. Az egyik ilyen, hogy beleírnák az alaptörvénybe, hogy az anya nő, az apa pedig férfi. A baloldal sérelmezi, hogy nem egyeztettek velük. Egy a Mondineren megjelent interjúban Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója úgy fogalmazott, egy normális világban egy ilyen közhelyről nem lenne vita, de a gender ideológia trendvonatára felülő hazai balliberális oldal nyilván epét hány az ilyesmitől, ezt egyeztetés nélkül is tudni lehet. A szakértő a cikkben arra is kitért, hogy a legfontosabb a gyermekek védelme. A módosítás alapján az állam valamennyi szervének kötelessége lesz védeni a gyermek születési nemének megfelelő önazonosságát. Szántó Miklós szerint az apa és az anya fogalmainak tisztázásából egyértelműen fakad a homoszexuálisok gyermek örökbefogadásának kizárása. Egy gyermeknek egy anyához és egy apához van joga, fogalmaz a szakértő. Sepsiszentgyörgy is bekapcsolódik a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program sorozatba. Az erről szóló megállapodást ma írták alá. Porga Gyula, Veszprém polgármestere azt mondta, a város nem csak önmaga számára nyert el a címet, hanem az a cél, hogy a magyar kultúrát közvetítse egész Európa felé. Hegedűs Csilla, az RMDS szóvivője arról beszélt, hogy az egész világnak meg szeretnék mutatni Székelyföldet. Székelyföldet mindenki ismeri, a székely ruhát, székely kaput, pálinkát, kürtös kalácsot, viszont azt szeretnénk, ha Európában megmutatnánk azt a hihetetlen kreativitást, ami Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön, de teljes Erdélyben van. Ugye az erdélyi magyar emberek meg kell tudják mutatni a kultúrájukat, azt, hogy vannak, és nagyon nagy köszönet. Ezért Veszprémnek, nagyon nagy köszönet Navracsis Tibornak, hogy ezt meg tudjuk csinálni.